Általában mindig mikrofonba szoktam mondani a stand-upot, de most se ebbe a kis konyha és pakliba fogom mondani, ugyanakkor ennek a kis eszköznek nagyon fontos szerepe lesz a következő percekben, ugyanis ebben a konyhában fog Liu Shaolin Sándor hamburgert sütni, hogy csípőset, édeset, sok sajttal, sok salátával, ezt majd Sanyi kisüti nekünk. Hambisütés 1. Látom, hogy mindent előkészítettél. Mi a legfontosabb? Kesztyű? A kesztyű, az az első, a higiénia. Miután kezet mostál, lefertőtlenítetted a kezed, akkor kesztyűt azt tudsz is húzni. Angus burgert fogunk sütni, az egy 21 napig érlelt marhahús. Szuperül hangzik. Otthon sütöttem már a hamburgert magamnak. Nos, akkor ezt egyből rátesszük. Egyből a húst. Én nem szoktam magas hőfokon, hogy ne legyen nagyon ez? Vastag kéreg rajta. Kb. 170 fokon van. Itt vannak a zsemlék, akkor süssük meg mind a kettőt. És akkor így nem szoktad így rádobni? Csak így ráteszed? Aha, csak így ráteszem. Bármelyik oldalára? Így van, mindegy, igen, meg szoktam nyomkodni. Ez, de vannak ilyen vasaim is, amivel lehet. És ameddig sül, addig mit szoktál csinálni? Azt szoktam, hogy egy picit elnyomom, akár lehet vassal is. Gyorsan átfordítom, hogy ne kapja meg, ne legyen nagy kéreg, hogy belülről is azért tudjon sülni, és jöhet a sóbors rá. Itt a só, mutatom az egyiket, tiéd lesz a másik só, és utána megőrnünk rá finoman borsot. Ennyi elég szerintem? Annyi elég bőven, igen. Úgy, és akkor lehet fordítani, és jön a másik fele is, só, bors, mind a két fele. Látod, milyen jó csapatmunka? Igen. És miért kellett a zsemlét előmelegíteni? Azért, mert megpuhul jobban belül, és akkor nem az lesz, hogy szárítja a sütő, hanem akkor már egy picikét vizesebb lesz az állaga, és így jobban pirul az egész. Hogy szereted? Médiumként? Hát egy médium, és egy pár másodperc még tovább. Rendben. Mennyi kell a médiumhoz? Hány perc? Hát figyelj, én nem persze szoktam érzése. Nézni, hanem érzése, pont azért, mivel ezeket frissen gyártják, és nem egy adott rendszer. Hozza ki, egy picit mindig más, akár a fagyú tartalma, vagy a hús tartalma, és már mindjárt változik, akár 30 másodperccel, akár 1 perccel a sütési idő is. Nézd meg, fogod egyiket így, meg a másikat is így szedjük szét, és akkor van ott két darab kupak, azzal lefedjük, és sokkal jobban átolvad akkor a sajt. Visszaszívja a hús is ezt a zsíros sajtos eleget, és akkor jön a zöldségezés. Szépen legyen ropogós a textúrája, teszünk bele salátalevelet. Hagyma az már hagyma. Rendesen, nem? Persze. Mondjuk van, aki nem szereti, mert tárgyalásra megy. Vagy este randevú. Hát akkor kell a legtöbbet. Így van. Este randevú van. Megy bele amerikai savanyított uborka. Legjobb. Mivel van dietetikusunk, ezért csak nektek készítem el szeretetből azt a hamburgert. De amúgy nagyon ritkán szoktam menni. Minden évben megyünk Amerikába versenyezni, akkor nem szabad kihagyni. Én amúgy a legegyszerűbb hamburgereket szeretem. Hús, sajt, bacon, ennyi. És kis sali. Nos, és a szószokból. Milyen szószokat szeret? Csípős, édes, legyen savanyú, legyen füstös, legyen fűszeres. Legyen édes szerintem. Legyen az egyik édes, legyen az egyik édes, de hogy nem. És már jó is. Ha jobban érzed, mint én. Az egyik legyen édes, a másik meg lehet akkor mondjuk egy fűszeres, kicsit csípős, ugye? Mindenféleképpen. Akkor teszünk rá egy szamuráj szószt, ez egy ilyen krémes, csípős kész szósz az egyik. A másikat én meg arra gondolok, hogy legyen egy mangó szósz fekete borszószal, az inkább édesebb, ilyen exotikusabb, fűszeres találkozása, nagyon jó lesz. Akkor az egyikből szerintem mehet jalapeño is. Rendben. És hol tegyem? Ide erre. Úgy, és szuper. Hogy látod, ez a bacon már jó? Jöhet. És akkor két szelet egy-egy csíkba jöhet rá, de van ott egy csipesz is, amivel lehet egyszerű. Igen, az túl egyszerű lenne. Ja. Keresztbe mehet? Mehet keresztbe. Tökéletes. Másik meg a másikra. Mm.
Szuper. Ő egy amerikai ketchup, fűszeres csípős ketchup. Akkor erre teszünk egy pirított hagymás szószt, van benne egy mangószósz, egy fekete borszósz, és akkor ez inkább az édesebb, fűszeresebb, exotikusabb vonal. Ez alatt van egy samurai szósz, jött hozzá az Old Texas ketchup, meg egy amerikai sárga mustár teszünk bele. Jó, mustár nem hiányozhat belőle. Az nem. Mit szólsz hozzá? Mehet a teteje rá. Jön az egyik. Egyik a tiéd, másik az enyém. Voilà! Kész is a csodás Angus burger. Nagyon gyors volt. Igen. Kéne legyen kis zászló. Igen, egy magyar zászló, így van. Jó fradis zászló. Szerintem tanulékony. Úgyhogy még kettő nap is bele is jönne. Tudnám egyedül vinni a boltot. Így van, én meg mehetek szabadságra. Csodás. Gyönyörű. Megjön. Ez szép. Médium lett. Úgyhogy, hogyha pont nem korcsolyázol, akkor jöhetsz hozzám is. Jó, bármikor. Csak így beleharapok a szélébe. Mehet? Jó, kapottál? Jó lett. Pont kellemesen csip. Igen? Na, örülök. Tökéletes. Eszek még egyet. Tökéletesen lett sózva és borsozva. Te érdemed. Igen, tudom, azon.